A héten péntektől vasárnapig heti egyházára figyelt a fogadhajtó világ, ugyanis heti egyházára rendezték meg az országos A kategóriás idénynyitó fogadhajtó versenyt. A Hetényegyházi lovaspályán pénteken a díjhajtás versenyével kezdődött meg az idei hazai szabadtéri A és B kategóriás fogadhajtó versenyidény, amelyre 8 kategóriában 37 fogadhajtó nevezett be. A szezonnyitó versenyt a Hetényegyházi Fogadhajtó és Hagyományőrző Egyesület szervezte, amely 2006-ban alakult, azonban a fogadhajtás gyökerei sokkal korábbra nyúlnak vissza a településen. Ugyanis Hetényegyházán rendezték meg az 1978-as fogadhajtó világbajnokság maratonhajtás versenyszámát, és azóta a Hetényegyházi lovaspálya számos országos rendezvénynek adott otthont. Ezúttal is remek versenyre volt kilátás, hiszen a világbajnokságra készülő egyes fogadhajtóknál erős mezőny jött össze. Legtöbbjük Bács-Kiskun megyéből érkezett. Rajthoz állt a világbajnoki címvédő mélykúti Kecskeméti László, az elmúlt évi magyar bajnok a Kecskemét híros lovasklub színeiben induló Nyúl Katalin és a keceli Farkas József is. A kettes fogadhajtóknál visszatért az egyéves kényszerpihenő után a felsőlajosi ifjú Nagy Tibor, méghozzá egy új összeállítású fogattal. De itt volt a mezőnyben a háromszoros világbajnoki ezüstérmes szegedi Hódi Károly, és a Hetényegyházi Fülöp Kft. Remek hajtója Sipos Zoltán is. A négyeseknél nyílt versenyt vártak a szervezők, hiszen a világbajnokságra készülő válogatott tagjai éppen Izsákon edzőtáboroztak, és csak nézőként voltak Hetényben. Bács-Kiskun megye a fogadhajtó sport bölcsője, ezen belül is Hetényegyháza, hiszen 1978-ban már világbajnokság maraton szakasza itt zajlott, Fülöp Herceg itt borult fel, tehát itt az emberek szívében benne ér a lovasport, a fogadhajtó sport. Több világbajnok is itt él és dolgozik, Fülöp Sándor, aki a versenyigazgatója, és Bárdos György, többszörös fogadhajtó világbajnokunk is. Mi a jelentősége ennek a mai versenynek, túl azon, hogy az idénynyitó? Ez egy felkészülési verseny a fogatoknak, itt az A kategória, tehát az élsport mérkőzik meg egymással. Egy ilyen A kategóriás versenynek az a feladata, hogy egyenlő körülmények között összehasonlítsa a fogatok felkészültségi szintjét. Most már a szezon elején egyes fogadhajtó világbajnokságra és négyes fogadhajtó világbajnokságra készülnek versenyzőink. Az egyes fogatosok közül itt van Kecskeméti László, aki kettes fogadban már világbajnoki címet is szerzett, és most megpróbálkozik Piberben, Ausztriában ezzel egyesben is. Bács megyei versenyzők közül kiket emel neki? Ifjabb Nagy Tibor újra előkerült, ugye ő a világbajnoki válogatott keret tagja, a világbajnok csapat tagja volt a Szlovákiában rendezett 2013-as fogadhajtó világbajnokságon. Itt volt egy súlyos betegség a ménesben, és ezért kedvenc világbajnok lovaitól meg kellett válni, de új fogatot épít, saját tenyésztésű lovakkal, a felsőlajosi versenyző itt elindult ebben a szezonban már. Nyúl Katalint említeném meg, aki kecskeméti versenyzőnk, és ő szintén az egyes fogadhajtó világbajnokságra készül. A hetényi versenyek egyik erőssége a pályaadottságokon felül a szakmai háttér magas színvonala. Ez annak köszönhető, hogy szakértői között tudhatják Bárdos György és Fülöp Sándor világbajnok fogadhajtókat is. Ez mezőjösen született, Nonius méhekből lett összeállítva ez a fogat, Farkas Csabáé, és ő most indul velük először ezen a versenyen, és életiben négyes fogattal is először indul. Nálunk vannak a lovak, mert ő Békés megyébe lakik, és a télen nem tudott dolgozni a sár meg a víz miatt, és ezért itten a hetényi homokon edzettük őket. Árulj el nekem, hogyan telik az élete, miket csinál? Van egy eladó lipicai négyes fogatom, azokkal dolgozom, meg a Csabának van itt 8 lova nálam, és azokkal is, ha ő nem ér rá, akkor én hajtom őket. Tehát van olyan nap, amikor 7-8 kettes fogatot hajtok. Mi a véleménye erről a mostani mezőnyről, amit eddig látott? Itt ugye ez idény kezdeti verseny, az első háromnapos verseny Magyarországon. Van, aki azért jött, hogy fiatal lovat próbál ki, van aki azért jött, hogy fiatal versenyző, hogy rutinosodjon, de alapvetően én nagyon kellemesen csalódtam a mezőny összetételében, mind lovak, mind versenyzők szempontjából, mert nagyon sok jó fiatal lovat láttam, és néhány tehetséges fiatal versenyzőt is. Árulj el, hogy egy ilyen eredményben kinek mennyi a szerepet? Én amikor
versenyeztem is, úgy gondoltam, nem megsértve a lovakat, hogy ebbe a sportba a ló az sporteszköz. Tehát annak jónak kell lenni. Na most az mondjuk a hajtón, meg a menedzserén múlik, hogy tud olyan fogatot összeállítani, amiben nagyon jó lovak vannak, és azok jól teljesítenek. Természetesen, hogy rengeteg múlik a lovak versenyre való fölkészítésén is. És akkor, ha van egy jó hajtó, tehát jók a lovak, jó a fölkészítés, és jó a hajtó, akkor van jó eredmény. Így a felkészítésben árulja nekem, hogy például az, hogy egy ilyen kapuba, ami 10-10 centivel szélesebb csak, mint a fogat, erre hogy lehet felkészíteni a lovakat, hogy ott tényleg úgy menjenek? Hát nem véletlen, hogy a díjhajtás az első szám a fogathajtásnál az összetett versenyben, mert a díjhajtásnál a lovaknak az idomítottsága kerül vizsgálatra, és nagyon lényeges, hogy a lovak lazák legyenek, fordulékonyak legyenek. Úgy mondjuk, hogy menjenek a kezünk után, de az azt jelenti, hogy a kézen keresztül a szár és a zablával kapcsolódik a ló az emberhez, és hogy ha azt jól csinálja az ember a tréningeken, akkor itt az nem különösebben nehéz dolog, hogy betalálni ebbe a kapuba. És ilyenkor hogy van a lónak ez, hogy tudatosul, elnézést, hogy így kezdem, hogy kap jutalmat, ha jól csinálja? Hát ez természetes dolog, de az a tapasztalatom, hogy a lovak például az én hang minőségemből is érzik, hogy jól mennek, vagy rosszul, vagy most bűnösek. Hát ennyire szoros kapcsolat igen, alakul ki azért igen, az állattal. Igen, ez föltétlen. Ha ez nincs, akkor nem eredményes az együttes. A háromnapos országos fogathajtóverseny vasárnap az akadályhajtással, majd az eredményhirdetéssel zárult. A díjakat dr. Homoki Tamás alpolgármester adta át. Összetettben az A kategóriás egyes mezőnyben a mélykúti Kecskeméti László győzött a híros lovasklub Kecskemét fogathajtója Nyúl Katalin előtt. A ketteseknél a Felső Lajos Hús Király lovasudvar versenyzője ifjabb Nagy Tibor nyert, a négyes fogat kategóriában pedig a besenyőtelki Juhász Miklós volt a legjobb.